az a baj, hogy várjál, csak tudod, mit csinálunk. Megvettem egyébként, nem kell, hogy megvettem. Jó napot kívánok! Öröm, megjöttem el, mert legalább megismerkedek azzal a szervezettel, igen, személyesen is, aki, amely szervezetben, én a Facebookon ott bementem. Még egy kicsit. Már önmagában a nevet tetszett meg, mert én egy kicsit ott nézegettem, hogy mik vannak. Ja. És minden olyan gondolatot, meg szervezkedést megtámogatok személyes munkámmal is, akik az európai gondolat. Az európai együttműködéssel szervezők. A konkrét felkérés arra vonatkozott, hogy a magyar választásokról beszéljek, ezen belül egy kicsit az Európai Uniós parlamenti választásokról. Ennek a feladatnak úgy tudok eleget tenni, hiszen elnök asszony, úgy tudom, hogy 20 perc után keményen és határozottan le fog parancsolni innét, hogy másnak is nyisson idő, hogy elküldtem előre egy dolgozatot, amit most készítettem, nem tudom, sikerült-e eljutatni a sikerült, bólogatnak az elnökség tagjai, a tagság néz, úgyhogy önökhöz nem jöttek el. De el fog. De később fogják megkapni. Igen, igen. Elmondanám egészen röviden ennek a célját. 2010-es választások után létrejött, amikor már látni lehetett, hogy egy új alaptörvény készül, és mi a sorsa a választási és egyéb a demokrácia intézményrendszerét építő törvényeknek, akkor gyakorlott kodifikátorokból, tehát a törvény előkészítésben az elmúlt 20-30-40 évben tapasztalatra szertett emberek egy csoportja arra szerveződött, hogy olyan törvényjavaslatokat készítsünk, amely képes lesz egy kormányváltás után egy új alaptörvény és új alaptörvény tervezetet, és mintegy 20 törvényből álló törvényjavaslat sorozatot letenni az új kormány asztalára, hogy aztán majd kezdjenek vele valamit. Ez egy szellemi termék, amelynek az alapvető célja a jogállamiság visszaállítása. Most ebben a sorozatban az első, akár a honlapunkon is, a szalaikör.blog.hu-n megtekinthetik, készítettünk egy új alaptörvényt, amely döntően egy kiegyensúlyozott módosítási rendszerbe kívül. Három részre osztottuk a jelenlegi alaptörvény módosításait. Az első azok, amelyeket semmiképpen nem módosítanánk. Ez azért szükséges, mert a mi elgondolásunk szerint csak a kormányváltás után csak egy konszenzuális demokráciát ismétlenül megcélzó politikai mozgalomra nyílik lehetőség, tudjuk, hogy mások-mások mondanak. Én például ebből a gondolatból indulva a blogomnak azt a címet adtam, ajánlom önöknek szíves figyelmébe, hogy a szavazatok erejével, nem a fegyverekkel. Pont, pont, pont. Ez is kifejezi tehát azt a határozott szellemi állásfoglalást, hogy ez a kör, illetőleg hát a vele egyetértő emberek nem más módon akarnak rendszert váltani és kormányt váltani, mint a szavazat erejével. Ehhez pedig ugye szellemi tevékenységre van szükség, hát akkor gyártjuk. Az első blokk, minket nem módosít. Erről készítettük egy listát. A második, melyek azok a jelenlegi alaptörvény változások, amelyeket szimbolikusan kell módosítani. Ugye a Fidesznek ez régi taktikája, hogy nem a valóságot beszéli, hanem ilyen legendákat, határozatlan jogfogalmakat, mint minden egyéb tüskör fogalat bead az embereknek, és az emberek a nagy része ezeket el is hiszi. Ilyen például ez a preambulum helyébe lépett nemzeti hitvallás. Na most ennek az ég egy asztalilágon semmi értelme nincs. Ugye még maga a Kövér László, az országgyűlés elnöke is mondta, hogy hát ez egy rövid összefoglaló általános iskolás gyerekeknek a magyar történelem.
Na most ez egyébként ennél sok nem kaptam, de hát ugye nyilván részt vettek a népmesének a kialakításába, ezért önmagát így csinál. Na tehát ezekből a rendelkezésekből szimbolikusan azokat feltétlen hatályon kívül kell helyezni, amelyek elfogadhatatlanok egy jogállamban. Rögtön ennek élén jár az a rendelkezés, amelyik azt mondja, hogy az alaptörvény rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a történelmi alkotmánnyal. Most történelmi alkotmány nincs. Illetőleg, ha nagyon megerőszakoljuk magunkat, és a feudális jogrendhez térünk vissza, akkor ott volt ilyen történelmi alkotmány, ami konkrétan egyébként Vergőci tripartituma, amely élen jár azzal, hogy a jobbágyság rendszerét ismét bevették az alkotmány keretei közé. Hát hogy lehet ma egy alaptörvényt úgy összhangba értelmezni a Vergőci törvényekkel, hogy akkor lesz, akire visszavezetik a második jobbágyságnak az intézményrendszerét? Tehát nem az egész, csak hogy konkrétabb legyek, nem az egész nemzeti hitvallást kell hatályon kívül helyezni, csak azokat a részeit, amelyek szöges ellentétben állnak a jogállammal. A harmadik, ezek a lényegi, radikális változtatások, amiket el kell végezni ahhoz, hogy érdemben tudjunk visszatérni a jogállamhoz. Ezek közül az egyik legfontosabbnak azt tekintjük, hogy mindazokat a jogfosztásokat, amelyeket beleírták az alaptörvénybe az emberi és állampolgári jogok korlátjaként, azokat vissza kell fordítani minden magyar állampolgár, minden magyar itt élő ember számára, mint alanyi jogot. Mondjak erre megint példát. Az egyik ilyen, hogy látszólag éppen csak, hogy módosított a szociális jogokkal kapcsolatos alkotmányos rendelkezésén a Fidesz, és míg korábban az volt, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a legmagasabb szintű társadalombiztosítási ellátásra, ők csak annyit tettek ehhez hozzá, hogy törekedni kell arra, hogy az állampolgárok egészségesen élhessenek. Na, ez egy alapvető jogfosztása a mai magyar embereknek, az állampolgároknak, és azok is, akik egyébként nem magyar állampolgárok, de itt fizetik a társadalombiztosítást, mert itt dolgoznak. Ez a három kategóriát alakítottuk ki, tehát az alkotmány vonatkozásába, és a többi már elkészült törvényjavaslatról természetesen nem beszélek ilyen részletesen, de készen van egy törvényünk, amely egy új választási rendszert írna le. Készen van egy törvény, amely a büntetőeljárásban mindazokat a jogfosztásokat, amiket bevezettek, azokat megszüntetné. Új ügyészségi törvény, mert ami ma van, az tűrhetetlen. Új bírósági törvény, amely helyreállítaná a bírói függetlenséget. És még lehetne sorolni, akit ez részleteiben érdekel, rámegy szalaikör.hu. Még annyit, hogy ki ez a Szalai. Ez a Szalai az az ember, aki 1849-ben, tehát a Habsburg trónfosztás után volt igazságügyminiszter. Ugyanakkor ő nem nagyon értett egyet azzal, hogy megtörtént a trónfosztás. Tehát ez az ember egy olyan figura, aki egy kiegyensúlyozó szerepet vállalt a trónfosztás után, hogy egy együttműködés, egy összefogás, egy koalíció jöhessen létre a magyar szabadságharcnak az immár vesztésre forduló küzdelmére. Másik témánként akkor a választásokról szeretnénk beszélni. Először arról, hogy egy teljesen újfajta választási csalás metódus alakult ki a világban az elmúlt 15 évben, és ennek része, tehát a Fidesz nem maga találta fel a spanyol viaszt vagy a melegvizet, hanem egy már kialakult nemzetközi gyakorlathoz tett hozzá egy újabb elemet. A második, amiről röviden szeretnék beszélni, hogy
Az Európai Uniós választásokkal kapcsolatban milyen tervek vannak a világban, illetőleg Magyarországon ebbe az általam már korábban említett új választási törvénybe, melyek azok az elemek, amiket be kéne venni ahhoz, hogy egy épülő demokrácia legyen. S végezetül mindenképpen szólnunk kell arról, hogyha demokráciát akarunk az országban, akkor ennek a demokráciának az az első és alapvető feltétele, hogy ezt a demokratikus államrendet csak demokratikus pártok tudják fölépíteni. A névjegyemre, amiből itt hagyok majd egy párat, hogy esetleg, ha van kedvük a blog címemet megnézni, rá is írtam egy elmondatot, amelyik a következőképpen hangzik. Demokratikus pártok nélkül nincs demokratikus állam. Nézzük akkor rögvest az elsőt, hogy miért hangsúlyozom én, illetőleg az egész szalai kör, és döntően az EBSZ is osztja ezt az álláspontot, hogy Magyarországon az a választás, ami lebonyolódott, az egy félig szabad, ám de átláthatatlan és tisztességtelen választás volt, ami Magyarországon történt. Ennek a igen sommás és határozott megállapításnak az alapja arra épül, hogy az Európai Unió ezt a három fogalmat tekinti a választások minősítésének. Az első, hogy szabad-e egy választás, és erre a mi válaszunk, hogy ez csak félig szabad. A második minősítő körülmény, hogy tisztességes-e egy választás, és erre az a válaszunk, hogy tisztességtelen. És a harmadik, hogy átlátható-e egy választás, és erre a mi válaszunk az, hogy átláthatatlan. Azért is tartom egyébként fontosnak elmondani önöknek, mert a jelenlegi Nemzeti Választási Bizottság elnöke január 1-én tartott egy ünnepélyes sajtótájékoztatót, ahol elmesélte a magyar népnek, hogy soha ilyen szabad, ilyen tisztességes és átlátható választások még nem voltak 2014-ben. És ez a ünnepélyes sajtótájékoztató minden kommentár nélkül maradt. Egyetlen politikai párt az ellenzékből se vette fel a kesztyűt erre az abszolút méltatlan és gyalázatos kijelentésre. Egyedül a szalai kör, vagy az ő képviseletünkben én voltam az, aki a Klubrádióban igen határozottan cáfolta ezt az ünnepi sajtótájékoztatót. Nézzük akkor az első elemet. Mit jelent az, hogy a világban a diktátorok megtanulták, hogy nem a választás napján kell csalni, hanem előbb olyan törvényeket kell csinálni, aminek a kifutásaképpen már nem szükséges a választás napi csalás, mert az emberek akarva, akaratlanul arra szavaznak, amit az adott kormány kijelölt számukra. Ezek azok a bizonyos kivonulások. A parlamentben kizárólag a Fidesz és a Jobbik képviselői ültek ott, és szavazták meg ezeket a törvényeket. Társadalmi vita? Egyáltalán nem volt. Önök az újságokban csak és a kormány által eluralt rádióba, televízióba csak azt a véleményt hallhatták, hogy milyen igazságos ez a törvény, végre helyre billent minden. Na, hogy milyen igazságos ez a törvény, szóval azért néhány számmal ugye látnunk kell. Az egyik, hogy a szavazatok 44%-ával nyerte el a Fidesz a parlamenti mandátumoknak több mint kétharmadát. Erre az ellenzéki pártok vidáman lapítottak, nem szóltak semmit, mert a Fidesz azt mondta, hogy ohó, de hát és mi van az Egyesült Államokban? Ott ugye 51%-kal akár a mandátumok 100%-át meg lehet szerezni. Mi van a Nagy-Britanniában? Nagy-Britanniában az egyszerű többséggel megszerzett kormánypárt biztos akár kétharmados mandátumra tesz szert. Ez igaz. Csak hogy ez az igazságnak a fele. Mert ezekben az országokban két párt rendszer működik. És ha a két pártból az egyik győz, akkor övé a többség.
de önök még sem az Egyesült Államokban, sem Nagy-Britanniában olyat nem láthattak, hogyha egy párt eléri országos szinten az 51%-ot, akkor valóban megszerezni a parlamenti mandátumok kétharmadát. Miért? Mert a választási matematikának vannak szakmai szabályai. És az egy ökölszabály azt mondja, hogy többségi választási rendszerekben, két pártrendszerben egyfordulós választásokat kell tartani. De van egy másik szabály. Ha egy országban sok pártrendszer van, tehát 4-6 párt a társadalmi valóságot lefedi, akkor számukra egyéni választókerületekben, többségi választási rendszerben kétfordulós választásokat kell tartani. Tehát ha bár milyen nemzetközi szakértőt önök megkérdeznek, hogy hát milyen ez a magyar választási rendszer, akkor két dolog történhet. Az egyik, hogy az illető felnevelt és legyint egyet. Ezzel nem érdemes foglalkozni. Vagy azt mondja, hát mi történik önöknél? Tehát azt elfogadták sajnos az ellenzéki pártok, hogy egy ilyen torz választási törvényt erőltessenek rá a magyar társadalomra. Mi lett ennek egyébként a tartalmi következménye? Az, hogy mivel az ellenzéki pártok alól kiment a talaj, ezért a társadalom többsége nem ment el szavazni. Tehát nem az történt, hogy megmaradt az aktivitás az emberekbe, mert érdekli ő, nem. Akik csalódtak az elmúlt 8 évben, ugye, ahogy ezt a Fidesz nevezi, azok az emberek nem mentek elszavazni. És az a fura helyzet állt elő, hogy a Fidesz egy 2 milliós valódi társadalmi támogatottsággal überel minden választást, az ellenzék alól, az ellenzéknek továbbra sem növekszik a támogatása, ezzel szemben radikálisan emelkedik a nem szavazók száma. Tehát valamin változtatni kell ahhoz, hogy ezt az igazságtalan választási törvényt meg lehessen változtatni. Említettem, második lépésként azt kell megvizsgálni, hogy milyen folyamatok vannak ma a világban, a demokratikus választási rendszerekben. Ebből kettőt kell kiemelni. Az egyik, ezt úgy nevezik, hogy több szavazatos választási rendszerek, mégpedig preferenciális választási rendszerek. Tudom, ez undorító ilyen szakmai kifejezés, de én ezt nagyon könnyen érthetővé tudom tenni. Ma ugye úgy szavazunk, hogy aki egy pártra szavaz, az behúz egy X-et ahhoz a párthoz. Magyarán ezek egyszavazatos választási rendszerek. A preferenciális szavazásnál az a lényeg, hogy én kiválasztom az én kedvenc pártomat, de azon belül én választom ki, hogy a pártlistán szereplő képviselőjelöltek milyen sorrendben kapjanak mandátumot. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Ha én fideszes vagyok, akkor én a Fideszre akarok szavazni. Tehát a Fideszre behúzok egy X-et. De én nem értek egyet azzal, hogy az első helyen szereplő Orbán Viktor legyen a listavezető, hanem a 99. helyen szereplő Gipsz Jakabot szeretném a párt élén látni. Akkor mit teszek? Ugye behúztam egy X-et a Fideszhez, Orbán Viktorhoz odaírtam, hogy 99, az utolsó, Gipsz Jakabhoz odaírom, hogy 1, és utána szépen besorszámozom, hogy én hogyan viszonyulok ennek a pártnak a listájához. Na persze, amikor először ezt a javaslatomat előterjesztettem, akkor élénk kacagást fogadta, hogy micsoda ember, csak nem képzeled, hogy az emberek majd ott ülnek egy fél órát, és húzigatják az X-eket, meg beírják, hogy akkor kihanyas sorszámú. Kapaszkodjanak meg. 2000, nem tudom mikor, közepén valamikor a 2000-es éveknek körhívott az Ausztrál Választási Bizottság elnöke, hogy Ausztráliában annyira bonyolult az önkormányzati választási rendszer, mert minden városban más van, hogy ő se ismeri ki magát, és
menjek már el, és egy két év alatt áttekintik az összeset. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy elmenjek el, mondtam igen, mikor lehet a repülőjegyet kiváltani. De Ausztráliában 273 tagja van a parlamentnek, és az embereknek 273 szavazata van. Mert nem csak az általa kedvelt párthoz húzhat be egy X-et, hogy én őt támogatom, hanem mivel 273 tagú a parlament, az ellenzékből és a saját pártomból bejelölhetem, hogy milyen sorrendben szerepeljenek ezek a képviselők. Ugye? Látom, vannak, akik nincsenek meglepve, de vannak, akik meg vannak lepve. Mert egyébként ez a normális. Nem csak pártot kell tudni választani, főleg ahol alacsony a pártok száma, hanem egy párton belül az embernek legyen joga beleszólni a párt humán erőforrásába. Mondhassam meg fideszes létemre, én nem akarom, hogy az Orbán Viktor legyen az első helyen, de mondjuk a pokol mival egyetérteni. Miért nem akarják ezek a magyar pártok a preferenciális szavazást bevezetni? Azért, mert az embereknek hatása lenne arra, hogy az adott pártból kik legyenek a politikusok. Önök el tudják képzelni, hogy egy Mesterházi Attila egyetértett volna egy ilyenben? Hogy önök most elképzelhetik, hogy Tóbiás József, az MSZP mai elnöke egyetértene egy ilyen szavazással, és akkor kiderülne, hogy mindenki gipszgyakabot akarja, nem őt a párt elnökét? Változtatni kell a választási szisztémákon, és a világnak ez az egyik nagy iránya, hogy a választópolgár beleszólhasson abba, hogy ki vezesse az adott pártot, és milyen legyen annak az iránya. A másik ilyen nagy változás a világ demokráciáival, hogy azokban az országokban, ahol egyfordulós a választási rendszer, ott a pártok maguk, vannak, ahol indulhatnak civil szervezetek is, én most nem akarom ezt a vitát itt kibontani, hogy akkor kellenek-e vajon civil szervezetek a parlamentbe, mert majd azért valamit erre is fogok mondani. Hogy ezek a pártok akkor elfelejtettem, mit akartam mondani. Bocsánat, segíten elnök az meg. Na van ilyen. Önökkel nem fordult még soha elő, hogy elfelejtettek, tudom, de lássák fel, hogy én ez az emberi gyengeségem az időnek köszönöm, a koromnak köszönöm. Tehát a másik, az úgynevezett előválasztási rendszerek kialakítása azokban az országokban, ahol két pártrendszer van. Ott a pártok a saját pártjukon belül megszervezik, hogy kik legyenek azok a személyek, akiket a párt elindít hivatalos jelöltként majd a parlamenti, önkormányzati választásra, polgármester választásra. Ennek egészen fantasztikus formái vannak. Százféle forma van. Más az Egyesült Államokban, más Franciaországban, más Izraelben. De mindenütt vannak már előválasztások. Mi ennek az előválasztásnak a lényege? És ez akkor rákanyarodok a harmadik elemre, mégpedig arra, hogy hogyan kell demokratikus pártokat csinálni annak érdekébe, hogy ezek a demokratikus pártok demokratikus államot építsenek fel. És ennek a folyamata az előválasztás. Az előválasztás döntő kérdése tehát, hogy a párton belül, a pártvezetők között legyen egy verseny, hogy ki fog elindulni a választáson. Önök ezt elképzelhetőnek tartják, hogy mondjuk itt ebbe a kerületben, vagy nem tudom, önök egy helyről vannak-e, akkor mindenki kap egy meghívót, hogy eljöhet a választások előtt egy-két hónappal, és szavazhat arra, hogy ki kerüljön fel a szavazólapra. Hát én ezt nem tartom elképzelhetőnek, sem a Fideszbe.
85-ben volt, igen. Sem az MSZP-ben. Mert nincs belül verseny. A párt elnökök azok, akik személy szerint kijelölik a induló jelölteket. Ez a Fideszbe le van írva. Tehát oda van írva, hogy a párt elnöke, zárójel Orbán Viktor, jelöli ki az összes országgyűlési képviselő jelöltet. Ugyanígy önkormányzati jelölteket, polgármesterek. Az MSZP-ben ez nincs leírva, de így van. Ennyi a különbség. Tehát egy előválasztás. Milyen országokban van már előválasztás? A Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Belgium, Olaszország, Izrael, tehát elég komoly országok. És különböző formájú előválasztások vannak. Például Izraelben ott a párton belül rendeznek választást arról, titkos választást, hogy ki legyen a párt miniszterelnök jelöltje. Franciaországban a Hollande, a mostani francia köztársasági elnök 8000 alapszervezeti választáson állt ki, és méretődött meg titkos szavazással, mire ő lett a szocialista magyarországi politikusok, mint anyag töltek a röhögéstől. Hát ez mind hülye, csak nem képzelik, hogy el fognak menni az emberek még többen szavazni. Igen. 5 millió ember ment el a második fordulóra. És egyébként meg is nyerték a választást. Egy másik fontos politikai tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol egy párt előválasztásokat csinál, sokkal nagyobb eséllyel indul a hivatalos választáson. Miért? Első követelmény ugye az volt, hogy ne a pártelnökök uralkodjanak a jelöltek fölött, akkor ez a második követelmény. Mégpedig az a követelmény, hogy úgy kell kialakítani ezeket a választásokat, hogy ne egyedül a szavazás napjára hívják fel a pártok az embereket, hogy 4 évenként van egy nap, gyertek és szavazzatok erre, hanem legyen egy majdnem 4 éves belső folyamat, aminek eredményeképpen az emberek az egész országban szerteszét, akár havonta, 2 havonta hozzászólhatnak az adott párt ügyeihez. Miért nincs itt az nálunk, hogy a pártok mielőtt valami fontos belpolitikai ügyet elkezdenének pertraktálni, tartanának egy nem hivatalos népszavazást az adott kérdésre? Hát igen. Ezt lehet interneten csinálni. Erre rögtön, most a magyar politikusokat idézek, főleg ellenzéki oldalról, ugye a Magyar Nemzet csak röhögött ezen az egész előválasztási dolgon, hogy akkor csalni fognak. És majd a Fidesz betömörül, és ráveszi a 2 millió szavazóját, hogy gyertek el, és mondjátok azt, hogy nem Esterházy Attila legyen a miniszterelnök jelölt, hanem Gipsz Jakab. Kérem szépen. Ha 2 millió ember megjelenik egy ilyen előválasztáson, a média útján az egész társadalom elhiszi, hogy 2 millió támogatója van az MSZP-s Gipsz Jakabnak. Itt az a párt, amelyik azért csal, hogy egy másik párt akaratát befolyásolja, hogy ott ki legyen a jelölt, az annak a pártnak a számára teremt társadalmi erőforrásokat. Mert senki nem fogja elhinni, hogy ezek csaltak. Hanem mindenki azt fogja mondani, hogy de hát kérem szépen, hát ennyien eljöttek. Ehhez nincs szükség egyébként semmifajta állami részvételre. Nincs szükség nemzeti választási bizottságra. Hanem minden pártnak és minden civil szervezetnek erre van a szüksége, hogy ilyen elnökasszony van még itt, vagy már lejárt. Annyira érdekes, hogy akkor ez egy nagyon pici lesz, hogy ígértem, lejárt az időm, tudom, később kezdődött a rendezvény, és az elnöki bevezető feltűnően hosszú. Igen. Közben voltunk.
mi az, hogy civil szervezet, és mi az, hogy párt. Tudom, most megint egy kicsit olyan skolasztikusnak fogok tűnni, na de hát, hogyha az embernek nincsenek a fejébe fogalmak, akkor a világban összezavarodik. Ezért én azt a fogalmat alakítottam ki, sok más tanult barátommal együtt, hogy a párt az egy olyan társadalmi, gazdasági, politikai alternatíva előkészítésére és bemutatására alkalmas szervezet, amelynek a célja a választásokon való győzelem. Ez az utóbbi értelme, ugye? Ők akarják a koncot, ők akarnak a fusos fazék mellé jönni. Ugye ez nem egy bonyolult dolog. De nézzük az első. Átfogó, társadalmi, gazdasági, politikai alternatíva. Ez egy párt. Mi egy civil szervezet? Egy civil szervezet az néhány társadalmi tevékenység önkéntes ellátás. A civil szervezetek soha nem készítenek átfogó társadalmi, gazdasági, politikai tervet. Mert mit csinálnak? Bélyeget gyűjtenek. Kisállatot tenyésztenek, emberi jogvédelmet végeznek, bevándorlókat védenek, orvosegészségügyi tanácsokat látnak el, szegényeket etetnek. És még ezt lehetne sorolni. 60 ezer ilyen szervezet van ma Magyarországon. Elképzelhető, hogy egyes civil szervezetek, akik megunták a pártoknak ezt a minősíthetetlen és antidemokratikus működését, azt mondják, mi jól leváltjuk ezt a pártot. Vagy pártokat, vagy az összes pártot. És akkor mit kezdenek el csinálni? Kialakítanak egy átfogó, társadalmi, gazdasági, politikai alternatívát. Hogy nevezzük azt a szervezetet, amely képes átfogó gazdasági, társadalmi, politikai alternatíva elkészítésére? Úgy nevezzük, hogy párt. És az a párt, amelyik már csak arra képes, hogy egy-két szakpolitikai kérdésben szakmai tevékenységet folytat, azt hogy nevezzük? Civil szervezet. Figyeljük meg, hogy a pártok egy része mindig tagadta, hogy ő párt. Első ilyen volt az MDF. A Magyar Demokrata Fórum határozottan tagadta, csak stikával elmentek a bíróságra, beegyeztették magukat pártnak, mert egyébként nem indulhattak volna a választáson. Párt volt? Abszolút. Második ilyen az SZDSZ. Szabad Demokraták Szövetsége mindig azt mondta, hogy ők nem párt. Hát akkor mit, civil szervezet? És közben bennülnek a fél kormányban. A Fidesz pont ilyen. Ő sem mondja, hogy párt, ő egy szövetség. Ezzel szemben 200 olyan párt van, amelyik gyakorlatilag nem létezik, csak a bírósági bejegyzés mondja róla, hogy ez párt. Ebből egyébként 10-zel önök is megismerkedhettek, mert ők indultak az országgyűlési képviselő választásán egyébként nem létező pártok. És érték el a 0,1% szavazatot, meg egy ezredet, meg egy századot, meg nem tudom, mit csinálni. Tehát ezzel óvatosan kell bánni. Én csak azt mondom, hogy persze érthető, hogy az ember zsigerből utálja a politikusokat, főleg amikor azt látja, hogy nem az emberekért dolgoznak. De pártok nélkül ma nincs közhatalom gyakorlás. Elengedhetetlen, hogy valaki átfogó gazdasági, társadalmi, politikai alternatívát legyenek képesek állítani. Ma azért nincs ellenzék, mert ezt nem tudják meg. Éljen a Magyar Federalisták Unió.